A Csodálatos Kárpát-medence című vándorkiállítás országos körútja során elsősorban középiskolákban fordul meg. Az anyagot fiatalok állították össze. Pápán a Refiben a tárlatot Somosiné Német Alisz tanárnő nyitotta meg. Fiatalok a Nemzetért Alapítvány Európai Uniós támogatással készítette. Korábban volt egy fotópályázat, és abból válogatták össze a képeket. Tehát a lényeg az, hogy fiataloknak a képei, illetve néhány profi fotót is látunk azért. A Kárpát-medencét mutatja be, 17 tájegységet mutat be csodálatos fotókkal. A kiállítás segítségével a látogató megismerheti a Kárpát-medence látnivalóit. Nem is gondoljuk, hogy mennyi szépség van, és csak akkor csodálkozunk rá, hogyha látjuk, hogy együtt az összes tájegységről találunk 5-5 képet. Összesen 17 tablón tekinthető meg a tartalmas anyag. Jól köthető a tanórához is a kiállítás, ezért a refisek ajánlják a tárlatot a pápai iskoláknak, szívesen fogadnak csoportokat is a következő két napban. Tulajdonképpen bárki bejöhet, elsősorban általános és középiskolásoknak tervezték, péntekig lehet itt nálunk, Celldömölkről jött, és aztán megy Győrbe, a Révaiba tovább a vándorkiállítás. A kiállítás egyik üzenete, ha tehetjük, keressük fel ezeket a szép tájakat, mondta Somosiné Német Alíz.